Az elmúlt időszakban a turisztika az egyik legerősebb húzóágazattá nőtte ki magát térségünkben is. Ez köszönhető a már korábban elindult fejlesztéseknek és beruházásoknak, valamint a folyamatosan igényelhető támogatásoknak. Ezek főként a kisebb vállalkozásoknak jelentenek nagy segítséget és folyamatos munkát. Emellett pedig munkahelyeket is teremt, jelenleg több mint 300 ezer ember dolgozik ebben az ágazatban. Örömmel látjuk azt, hogy az országnak azokon a vidékein, ahol viszonylagos lemaradás van más régiókhoz képest, a turizmus sokkal gyorsabban tud fejlődni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, vagy éppen Jászlón-Szolnok megyébe is ez a helyzet, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is ezek közé tartozik. Nagyon komoly a belföldi turizmusnak a növekedése. A turizmus összességében egy olyan 10%-kal növekedett évente az elmúlt időszakban, de azt látjuk, hogy ezen belül a belföldi turizmus sokkal inkább meg tudott mozdulni. Ezt igazolják vissza a számok is. Nagyon örülök annak, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is több olyan vállalkozói pályázat, beruházás indult el az elmúlt időszakban, amit vagy hazai forrásból, vagy uniós forrásból tudtunk támogatni. A térségünket érintő beruházások a délnyírségi, a szatmár-beregi, a rétközi, valamint a felső szabolcsi területeken fognak megvalósulni. A fejlesztések 42 konzorciumi partner részvételével több mint 50 megvalósítási helyszínt érintenek, és alkalmazkodnak az országos turizmusfejlesztési koncepcióhoz is. 16% lenne az a megcélzott arány, amit a GDP-ből 2030-ra a turizmus ágazatnak kellene teljesítenie. Ehhez megfelelő szolgáltatások kellenek, szállodák kellenek, vendéglátóhelyek kellenek, de kellenek olyan turisztikai attrakciók is, amelyet ebből a megyei programból valósítunk meg, illetve az országos program ennek a 4-5 milliárd forintnak a sokszorosát irányozza elő turisztikai attrakciók fejlesztésére egyébként a megyében is. A közgyűlés elnöke hozzátette, térségünkben főleg a természetközeli attrakciók népszerűek, ami az infrastruktúrális fejletlenségből fakad, azonban ez az elmaradottság akár előnye is fordítható. A települések fejlesztési programjai egymást erősítik, így összehangolt térségmarketinget eredményeznek majd a megyében.